Köszöntöm nézőinket, Önök a Tamási Táj című műsorunkat látják, Gulyás Anita vagyok. Nézzük röviden mai műsorunk tartalmát. 150 háztartás ivóvíz ellátása oldódhat meg. Irodalmi estel tisztelektek a Diakonissa emléke előtt. Hívó szavak mentén alkottak a 3 év alatt. Korosztályonként folynak az edzések a tamási kosarasoknál. A 8000 lakosú tamási több külterületi részén mintegy 5000 embernek nincs vezetékes ivóvízellátása. 436 millió forintos beruházásból oldódik meg ez a probléma, csak nem 10,5 kilométer hosszan létesítenek ivóvízhálózatot. A munkálatok már őszóta folynak, a kivitelező most pedig egy újabb település részen kezdett bele a hálózatrendszer kiépítésébe. Nézzük, milyen ütemben halad a projekt. Tamásiban, Tuskoson, Újvárhegyen, Kosbán, Öreghenyén, Adórián újtelepen és Adórián pusztán, vagy egyáltalán nincs vezetékes ivóvíz, vagy volt termelőszövetkezeti, ma már magántulajdonban lévő hálózatokról kapnak vizet az ott élők. Ezekre a külterületekre tartályok szállítanak egészséges ivóvizet egyelőre. Tamási közvetlen környékén jó néhány olyan városhoz tartozó külterületi lakott hely volt eddig, ahol nem volt vezetékes vízellátás. Ez a probléma most megoldódni látszik szakaszosan. Most itt Kosba és Újvárhegy határán állunk, és megkezdődtek a kivitelezési munkák, zajlik a vezetékhálózat építése, és néhány hónapon belül elérhető vezetékes ivóvízzel fognak rendelkezni a kosbaiak, újvárhegyiek, és itt a mellettünk lévő külterületen pedig a tuskósiak. Ugye egy korábbi külterületen, vagy egy másik külterületen helyesebben, Adórián újtelepen már korábban elkezdődtek a kivitelezési munkák, és várhatóan a tél végén, tavasz elején Öreghenyén és Adórián pusztán is elindulhat a vezetékes ivóvízhálózat kiépítése. Itt ezen a területen, tehát Tuskos, Kosba, Újvárhegy, közel 250 lakost, 100 háztartást érint a beruházás. A 6 külterületi rész közül első ütemben Adórián újtelepen kezdődtek meg a munkálatok az ősz elején, melyek lassan a végéhez érnek. Egyelőre a gerincvezeték hálózatnak a lefektetése zajlik, ezt követően pedig megtörténnek a bekötések az ingatlanokhoz. 100%-osan finanszírozott projektről van szó, tehát minden egyes ingatlanhoz közvetlenül fog csatlakozni a vezetékes ivóvízhálózat, vagyis a minden ingatlanhoz az aknát el fogják helyezni a kivitelezők. A kérdésre, hogy a háztartások számára mekkora anyagi teherrel jár, hogy a 21. század alapkövetelményeinek megfelelően rendelkezzenek vezetékes ivóvízhálózattal, a projektvezetőtől kaptunk választ. A későbbi folyamán nem ról a lakosokra lendő fogyasztókra anyagi terhet. A beruházás keretén belül mind a vízbekötésnek az aknáját és a szerelvény sorát is megvalósítjuk, tehát összeszereljük. Nekik még jelezni sem kell az igényt, hanem az automatikusan rendelkezésre fog állni számunkra az ivóvíz. A külterületi rész 150 háztartásának ivóvízellátása a jövő őszre megoldódni látszik Tamásiban. Az ivóvíz hálózat fejlesztése után pedig a szép irodalom kap hangsúlyt magazin műsorunk következő anyagában. Tamásiban Erzsébet napja az irodalmi emlékezést is jelenti, hiszen a város szülötte országosan, sőt határokon túl is ismert személyisége volt a magyar nyelvű vallási irodalomnak, felekezeti hovatartozástól függetlenül, és kiemelkedő alakja az evangelikus egyház 20. századi történetének. Versei, énekszövegei, műfordításai révén emlékezete ma is él. Nézzük, kire emlékeztek a könyvtárban. Tamásiban a Könyű László könyvtárnak számos hagyománya van, melyet évről évre életre hívnak. A város szülötteiről sem feledkeznek meg, november 19-e is egy fontos dátum e tekintetben. Minden évben Erzsébet napon Turmezei Erzsébetre az evangélikus Diakonissa költőnőre emlékezünk. Ezen a napon megkoszorozzuk az egykori szülőháza helyén álló emléktáblát, és este pedig valamilyen verses rendezvénnyel készülünk, lehet ez egy szavalóverseny, egy felolvasóest, vagy éppen egy irodalmi est. Turmezei Erzsébet már 7 éves korában verset írt a Jó pásztor címmel, vallásos belső elkötelezettségét szavakba, versbe, prózába öntötte. Számos önálló és gyűjteményes kötetben jelentek meg versei és műfordításai. Az önálló köteteit maga válogatta, maga szerkesztette. Fordított finn,
angol és német nyelvű verseket, és jelentős része volt az evangélikus énekeskönyv szerkesztésében, amelybe 100-nál is több éneke és fordítása került. Túrmezei Erzsébet Tamásiban született 1912-ben. A magyar-német szakos tanárnő, költő, műfordító, diakonissa, az evangélikus egyház 20. századi történetének kiemelkedő alakja. Idén egy irodalmi estel tisztelettek emléke előtt Tamásiban, ezúttal Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színész, költő, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, Lukács Sándor volt a meghívott vendég. Nekem két önálló estem van. Van egy a magyar irodalom, a magyar költészet gyöngyszemeiből egy összeállítás, és van egy saját verseimből készült összeállítás. Úgyhogy, ha jól emlékszem, a mecenatúrám vagy szervezésem úgy állapodott meg a helyiekkel, hogy egy vegyesen, tehát lesz egy kis Petőfi, Ady József Attila, Radnóti, Szabó Lőrinc, Tóth Árpád, és a saját verseim. De 8 kötetem jelent meg, úgyhogy Elizet Álom címmel van egy válogatott verses kötetem, és akkor azokból fölelevenítek egy-két verset. Nálam nagyon hamar kialakult ez az írás. Majd, hogy nem azt mondhatom, hogy előbb írtam, mint színészkedtem. Az első versem 9 éves koromban jelent meg egy kockás számtan füzetben, Zászlók címmel, 1956-ban. Voltam 9 éves, és olyan helyen laktunk, hogy épp ott vonultak föl az emberek, diákok, munkások, értelmiségiek egy nagy széles főutcán, Miskolcon, a Győri kapuban, és ott a kiukasztott zászlók, ugye a Vörös Csillag címmel kivágták, és olyan hatással volt rám, egy kis 9 éves kölökre ez a sok emberi arc, lehetett látni rajtuk, hogy csillog a szemük, és valami jobb felé meneteltek ott egymásba kapaszkodva. Úgyhogy megérintett 9 évesen ez a dolog engem, hát persze apám még nem engedtek még ki az utcára, csak az ablakból nézhettem. Úgyhogy ez 9 éves korom óta írok, és nagyon nehéz jellemezni az embernek a saját műveit vagy írásait. Hát ezek mindig más hangulatok, más helyzetek, más érzelmek, érzések. Én nagyon remélem, hogy aki olvas, az megtalálja benne a kedvére valót. A költészet és a versmondás és egyáltalán az előadó művészet az nem stadion műfaj. Ott az intimitás, a közelség, a gondolatoknak a minél tisztább, bensőségesebb átadása az nagyon lényeges és fontos. És azt egy ilyen kis helyen, ahol nincs sok ember, viszont értő, szerető és verset kedvelő emberek vannak, az egy nagy élmény ilyen embereknek verset mondani, vagy tolmácsolni gondolatokat verseken keresztül, mert ez a lényeg, hogy az ember a saját észjárását, gondolkodását, esetleg filozófiáját próbálja közvetíteni a verseken keresztül. Méltóképpen a magyar irodalom nagyjainak írásaival tisztelgett az este a diakonissa előtt. Többek között Radnóti Miklós verse, a himnusz a békéről is elhangzott az érdemes és kiváló művész tolmácsolásában. Te tünde fény, futó reménység vagy te, forgó századoknak ritka éke, zengő szavakkal és egyre lelkesebben szóltam hozzád, könnyű léptű béke. Szólnék most újra, merre vagy? Hová tűntél a télből, mely rólad papol, s acélt fenn, szívek ellen, ellened? A szőlő szemben alszik így a bor, ahogy te most mi bennünk rejtezel. A tamási születésű Túrmezei Erzsébetnek munkássága és szolgálata ideje alatt több mint 900 verse és műfordítása látott napvilágot tollanyomán.
Az irodalmi est után pedig a művészvilágba kalauzolom Önöket. Az Újlátás művésztelep kiállítása egy 3 éves korszak végére tett pontot. Az alkotótáborok válogatott darabjait láthatja a nagy érdemű, amennyiben betér a Tolna megyei önkormányzat támogatásából létrejött helyi identitást erősítő képzőművészeti vonalú tárlatra a Tamási Galériába, mely december 12-ig látogatható. Az 1970-es években Kölesden indult el a Látásbrigád nevű mozgalom azzal a céllal, hogy a kortárs képző művészetet közelebb vigye a közönséghez. Az akkori kezdeményezés szellemi utódjának számít az Újlátás művésztelep. A hívószó, hogy Újlátás, ez a 3 éves művésztelepnek az összefoglaló elnevezése, és itt most Tamásiba ugye ennek a 3 évnek a válogatott anyagát láthatjuk. Tolna megye 3 különböző településén rendeztük meg évről évre ezt a művésztelepet, mindig más hívószó mentén, és hát ennek az eredményét mutatjuk most be. Ha médium felől közelítünk, mondjuk, tehát anyag, amiben létrejött, akkor túlnyomó részt festészet dominál, tehát festmények jöttek létre, de ezen kívül van installációs munka, fotóalapú grafika, illetve plasztikák is, és hát ez műfajokon átívelő szemléletet is tükröz. Tematikában pedig gyakorlatilag több ilyen irányvonalat különböztethetünk meg. Vannak alkotások, amik az új minőséget keresik, valami új nyelvet, mint az új látásban is kódolva van ez az igény, és erre ráfókuszáltak a művészek. Aztán vannak tájjellegű felfogású munkák, amik a hagyományos tájkép kereteit kívánják megújítani. Aztán felütötte a fejét jelentősen a társadalmi felelősségvállalás, ezen belül pedig az öko szemlélet, tehát ezeket a napjainkban nagyon aktuális ökológiai problémákat feszegető, arra reagáló alkotások. Konceptuális, ez az abszolút ilyen elméleti megközelítésből születő munkák és önreflektív alkotások, amik magára a saját létére reflektálnak. Ezek a kategóriák nem külön-külön vannak, mint egy címke, egy befőtön, hanem átfedésben, úgy kell őket elképzelni, hogy van amelyik, ugye egyik a másikba átfolyik. Ezek csak ilyen hívószavak, amiket, hogyha figyelmesen körülnézünk, akkor észre lehet venni az alkotásokon. A Szabó Dezső ösztöndíjasok és a Tolna megyéhez kötődő művészek részvételével 2019 nyarán Kölesden rendezték meg első ízben a 7 napos alkotótábort, melynek a hívószava új látás, identitás, kötődés a megyéhez és a médiumhoz volt. A következő évben Sárszentlőrinc adott teret ennek a kezdeményezésnek, ahol Túl a bezártságon címmel kellett eleget tennie a művészek alkotásainak. A záró tábor a Sodrásban elnevezést kapta a szakmai vezetőtől, melynek Medina volt a helyszíne. A téma tekintetében ez inkább segítség, ami egy ilyen elméleti keretet ad a művészeknek, és a keret ugye arra van, hogy azt feszegessék, tehát van, aki, például saját magam is, aki kitaláltam a hívószót, próbáltam a legtávolabb, vagy hát nem próbáltam, úgy jött ki, hogy nem közvetlenül arra reagáltam, de ez szükséges a művészeknek, ez szerencsés, ha van, hiszen a teljesen bedobott szabadságban nehezebb elindulni egy új közegben, hiszen a műteremben magányában dolgoznak általában, oké, hogy csinálják a saját művészetüket, de egy közösségbe terem, egy tök más helyen, és akkor ez segítség. Inkább mankónak hívom ezeket a hívószavakat, és mindig úgy fogalmaztam meg őket, hogy kellően tágok legyenek ahhoz, hogy minden műfajban tevékenykedő alkotó tudjon hozzájuk kapcsolódni. A beszélgetések mindig az elején nagyon szőrmentén történnek, hiszen mindenki nagyon érzékeny a saját munkájára, különösen a még alakuló munkára. Nem is szeretjük felfedni, és ez egy nagyon érzékeny dolog, olyan intim ügy, amit az ember maga csinál a műteremben, és most mindenki előtt csinálja, és még nincs kész. Ezért mindenki kellő diszkrécióval közelít a másikhoz, és amikor van nyitottság, tehát például körbejár az ember, megnézi, mit csinál a másik, és így odaszól, hogy hú, de jó ez a kék. De és akkor innentől elindul, van akinél, hogy igen, szerinted jó ez a kék, és elindul az egész folyamat, és megnyílik a művész, és akkor elmeséli az egész kép sztoriát, így. A kiállítás megnyitó az alapfokú művészeti iskola diákjainak közreműködésével zajlott. Az Újlátás művésztelep kitűzött célja volt, hogy közösségeket építsen, illetve hogy a képző művészetet látni tanítsa az érdeklődőknek.
A szem egy gyönyörködtető alkotások után pedig átmozgatjuk testünket, legalábbis megnézzük, hogy teszik ezt, amikor két ötfős csapat küzd azért, hogy az ellenféltől megszerezze a labdát és célba juttassa. Egy dobás alapvetően két pontot ér, de vannak kivételek a három pontos vonalon túlról három, míg a büntető dobásért pedig csak egy pontot jegyeznek. Nézzük a sport követőit Tamásiban. A Tamási Kosárlabda Egyesület három korosztálynak, három edző közreműködésével tart edzéseket. A 11 év alattiakat Pájtli Péter edzi, aki a sportágra vonatkozó ismeretek elsajátításában segíti a gyerekeket. Értedni, ne jöjjön fejebb a labda! Láb, jobb lábad van kívül ütöd le, lábfejedel kívül, jó? Közbe, félfejjáig dolgozunk! Próbáljátok megtartani a távolságot! A 11-12 éves korosztálynak Brájer Orbán Károly, míg a serdülő 14-15 éves fiúknak Madarász András tartja a késő délutáni edzéseket. Évről évre a létszámunk az hol egy picivel több, hol egy picivel kevesebb. Nyilván befolyásolja az is, hogy amikor vírushelyzet volt, akkor fogytunk egy kicsit, de épp a napokban a legkisebbek közé új játékosok is jelentkeztek, szóval hullámzó. Korosztályonként válogatjuk szét őket, bár azért az is számít, hogy ki milyen szinten van. Aki kezdő, de korosztályba beleillene, akkor is a kisebbekkel kezd, illetve a kisebbek között is van olyan, aki mérkőzés, pedig már nagyobbakkal megy, mert a képességei alapján meg már odasorolható. Az óvodai csoportunk most már körülbelül másfél éve nem tud működni, ők lettek volna a legkisebbek, amióta az óvodákat nem lehet használni, nem lehet bemenni ugye a vírushelyzet miatt, sajnos ez a korcsoportunk megszűnt. Amíg tudtuk nekik tartani az edzéseket, addig természetesen nem kosárlabda volt az edzés, csak kosárlabdával, játékos labdás feladatok voltak, sorversenyek, nekik azért még ilyen jellegű edzések voltak. A kosárlabdázás alapvetően érintkezés nélküli játék. Ha az ellenféltől valaki kosarat akar szerezni, és ezt mi meg szeretnénk akadályozni, akkor nem szabad megütni a kezét, meglökni, ütközni vele. Már a legkisebbek is törekednek rá, hogy ezeket betartsák. A kosárlabda oktatásán keresztül sokoldalú személyiségfejlesztő lehetőségét a játék sajátossága biztosítja. Ez egy összetett cselekvést igénylő sport, melynek az eredményességét a pszichomotoros, kognitív képességek és érzelmi változások befolyásolják. Ennek tekintetében az iskolát megkezdő gyerekeknél az edzés menete is változik. Náluk azért már nagyobb hangsúlyt lehet fektetni a fizikai képzésre is, nekik a nyáron is, illetve a szezon alatt is több edzésükön arról szól a munka, erősítésről, futásról, izomépítésről, illetve még nekik is a technikai gyakorlatokat kell elsajátítaniuk, leginkább az egyéni képességeket kell még fejleszteni. Ha már a csapatjáték is összejön, annak már csak örülni tudunk, de igazából náluk is inkább még az egyéni játék dominál. A legidősebbek nálunk 14-15 évesek, kimondottan ügyes csapat, és ők már nagyon régóta is kosaraznak, mindannyian 4 vagy 5 éve, úgyhogy ő bennük van a bizadalmunk a jövőbe, későbbi felnőtt csapat alapjai talán ők lesznek. Nekik 4 edzésük van egy héten, tehát azért ez már egy komolyabb munka, ugye a kisebbeknek csak 2, úgyhogy ez idő alatt azért van elosztani mindenre jut idő, ahogy mondtam, a fizikai képességre, dobásfejlesztésre is fordítunk sok időt, mert ebben a korosztályban már meg kell tanulni távolabbról is dobni, illetve néha azért már a 2-2, illetve figurás játékokat is szoktunk velük gyakorolni. Az idejében még nem tudtak mérkőzést játszani, szintén ugye a vírus bizonytalan helyzet miatt még nem kezdődött el a bajnokság. Most a legutóbbi információnk alapján jövő héten végre elkezdődik. A tavalyi bajnokság is csonka bajnokság volt, nem tudtuk befejezni. Ha jól emlékszem, igen, az eredményeink az 50-50% volt győzelem és vereség aránya, de a kiírt 10 meccsből, jól emlékszem, 6-ot tudtunk csak lejátszani, úgyhogy nem is hirdettek végeredményt a bajnokságban. A fiúk mosolygos arccal jókedvűen érkeztek az edzésre, amelynek elején megtudtuk tőlük, hogy valószínűleg a lendületük alább hagy majd, hiszen a testmozgás lefárasztja őket, ennek ellenére nagyon fontosnak tartják, hogy sportoljanak. Sokuk előtt példaképek is vannak. Egyik az a apukám, mert kicsit régebben még ő is kosarazott. A másik, aki már nagyobb szinten van, az meg a Stephen Curry. 7 éve kosarazok, és azért szeretem ezt a sportot, mert ki tudok benne kapcsolódni, mert hát ugye nagyon régóta csinálom, és már nagyon szeretem. Sok barátom jár ide, mint ugye én is, és egy iskolába is járok velük, de egyébként a jövőre nézve, hát inkább hobbi sportnak űzöm. Testmozgás szempontjából egy jó sport, meg
ugye a rugókat jól megmozgatja. A kispadról nézve sokszor több időbe telt összerakni, hogy az edző milyen feladatsort vár el a fiúktól, azonban nekik ez egyáltalán nem okozott gondot, és rendre teljesítették a taktikai elemekkel fűszerezett feladatsorokat. Köszönöm figyelmüket, a jövő heti viszontlátásra!